A mai videóban azt fogjuk megnézni képeken keresztül, hogy a különböző hasformák, illetve a hasnál, a beleknél lévő különböző jelenségek, tünetek milyen egészségügyi problémákra utalnak. Üdvözlök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárt! Fontos mindenek előtt megígéznem, hogy ez a videó nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, nem szolgál arra, hogy megállapítsunk vele egy konkrét betegséget, csak iránymutatást próbál adni arra vonatkozólag, hogy mi lehet, hol lehet a gond. A bélrendszerünk a második agyunk, nagyjából 400 millió hálószerűen elhelyezkedő neuronból épül fel, és képes a központi idegrendszertől szinte teljesen függetlenül működni. Bár kapcsolatban van az aggyal, a kapcsolat megszakadása esetén továbbra is működőképes marad, képes az agytól független döntéseket hozni. Valószínűleg részt vesz a hormonok termelésében is, így az érzelmeinkre is hatással lehet, azaz kizárólag csak a beleink az agytól függetlenül meghatározhatják azt, amit éppen érzünk. A hasunk, a bélrendszerünk körüli rész nagyon sok mindent elárul az egészségi állapotunkról. Erről lesz most szó. Először is van a félgömb has, amikor nem zsír van a hasi részen, hanem olyan, mintha egy fél gömb, egy fél labda lenne bennünk. Itt látható most több fotó is róla. Ez máj probléma, máj károsodás, máj gyengeség, melynek hátterében általában az éveken át fennálló túlzott alkoholfogyasztás áll, például napi szinten iszunk bort, sört, illetve erre rátesznek a finomított szénhidrátok is, kenyér, tészták, sütemények, cukor, fehérrizs, burgonya. Ilyenkor az történik, hogy egy protein folyadék féle halmozódik fel a belek környékén, pontosabban a hasüregnél. Ilyenkor a máj eredeti egészséges sejtjeit felváltja a hegszövet, ez a májcirrózis, vagy más néven a májzsugorodás. Ebben az állapotban a máj már nem tud rendesen működni. A megoldás erre a problémára a diéta teljes és végleges átalakítása, mivel a máj rendbetételére nem elegendő néhány nap, több évre van szükség. Egy súlyosabb állapotból egy elfogadható májállapothoz való visszatéréshez legalább két évre van szükség. Le kell csökkenteni a napi étkezések számát, mondjuk napi 2-re, le kell csökkenteni a finomított szénhidrátok mennyiségét a táplálkozásunkban, és el kell hagyni az alkoholt is. Ilyenkor a zsírbevitelre is oda kell figyelni, mivel a zsírok lebontásához epesavra van szükség, amit a máj állít elő, ami ugye, ha le van ilyenkor ugye gyengölve, nem fog tudni elegendő epesavat előállítani, tehát a túlzottan zsíros ételektől emésztési gondok jelentkezhetnek. Ez később, ahogy regenerálódik a máj, javulhat. Napi szinten nagy mennyiségű keresztes virágú zöldségeket fogyasszunk, leveleskel, káposzta, brokkoli, kelbimbó, retek, rukkola és mások. Nagyon jó a máj regenerálásához a máriatövis magörlemény, a kolin, a kurkuma és a természetes E-vitamin. A második hasforma a megereszkedett has, amikor egyszerűen csak kitudorodik elől a hasunk. Ha megfogod az ujjaiddal, nem kifejezetten zsír van ilyenkor, nem puha, egyszerűen csak olyan, mintha a has kifele tovább nőtt volna. Ez a hasforma a magas kortizol szinttől alakul ki, tehát a testünkben felhalmozódó stressz hatására. Csak diétával ezt a hasi elhízást igen nehéz megszüntetni, mivel a hátterében elsősorban stressz áll, és nem a táplálkozással kapcsolatos probléma. Ilyenkor az első fontos lépés, ha ettől meg akarunk szabadulni, az a stressz csökkentése és több alvás bevezetése, hogy a testünknek legyen ideje a regenerálódáshoz nap mint nap. Erős stresszkitettség esetén fontos elegendő jó minőségű fehérjét enni nap mint nap, például tiszta marhahúst, halételeket, májételeket. Jó stresszcsökkentő napi rendszeres kikapcsolódás, a séta, a szabadban a nevetés. Ennél az állapotnál fontos a káliumpótlás, mert az intenzív folyamatos stressz nagy hatásfokkal üríti ki a kálium,
káliumkészleteinket, magnéziumot is. Úgyhogy itt ajánlom figyelmedbe a Bioglan elektrolitport, melynek napi adagja 300 mg káliumot is tartalmaz, de van benne magnézium és kálcium is. Ha a hasnál és a test más részein is van zsír, tehát hasi zsír is van, és máshol is, például a karoknál, a comboknál és a test felső részén is, akkor ez nagy valószínűséggel pajzsmirigy problémát jelent, elsősorban pajzsmirigy alulműködést. Pajzsmirigy alulműködés sokszor összefügg máj problémával is, mivel a májnak fontos szerepe van a T4 pajzsmirigy hormon T3 alakításában, így ha nem működik jól a májunk, ez kihatással lehet a pajzsmirigyre, azaz nem tud a máj elegendő T3 pajzsmirigy hormont létrehozni. Másodszor ezt a fajta elhízást, hasformát okozhatja a magas ösztrogén szint is, ami főként a hosszú távú túl sok szénhidrát bevitel hatására emelkedik meg a testünkben, tehát ösztrogén dominancia is okozhatja a pajzsmirigy alulműködést és az ennek következtében jelentkező teljes testes elhízást. Mindkét esetben, tehát máj probléma és ösztrogén probléma esetén is a legfontosabb lépés a táplálkozás átalakítása, a szénhidrátok visszaszorítása a táplálkozásunkban, kevesebb kenyér, tészta, sütemény, fehér rizs, burgonya, cukor, édesség, sütemény, és több zöld színű zöldséget fogyasszunk. Ilyen esetben kifejezetten hasznos és fontos a jód pótlás, mind a pajzsmirigyre, mind az ösztrogén csökkentéséhez. A jódpótláshoz a legjobb a kelpalga, mivel bioaktív jódot tartalmaz, az azt jelenti, hogy akár nagyobb mennyiséget is vihetünk be belőle, nem okoz mellékhatásokat, mint a szintetikus jód. Itt ajánlanám a figyelmedbe az Immunex alga komplexet, amely 5 mikroalga erejét egyesíti, és többek között kelpalgát is tartalmaz. Ha csak középen alul a hasnál van egy kis zsírréteg, tehát csak középen, lent, ez általában ösztrogén problémára utal elsősorban, tehát ebben az esetben a máj az valószínűleg rendben van, és inkább csak az ösztrogén dominancia okozza, tehát ilyenkor a fő feladat az ösztrogén kiegyensúlyozása. Itt ugyancsak követhetjük ugyanazokat a lépéseket, mint az előző részben. Tehát kevesebb szénhidrátot helyette, sok zöldséget és jódot pótolni mikroalgákkal. Fontos ilyenkor a hormonmentes táplálkozásra is odafigyelni, például rengeteg állati eredetű ételben húsok, tejtermékek, ösztrogénnövelő összetevők vannak, amelyek az állatok etetése, nevelése során kerül a testükbe. Nagyon jó a hormonok kiegyensúlyozásához a friss, tiszta méhpempő is. Következő a hasi zsír. A hasi zsír előfordulhat mind a 4 korábbi esetben a hasnál. Ha belemarkolsz a hasadba, és marad a kezedbe egy puha réteg, tehát zsír, az bizonyos mértékű inzulin rezisztenciát jelent. Minél nagyobb a hasi zsír, annál nagyobb az inzulin rezisztencia. Az inzulin rezisztencia a testünk védekező mechanizmusa a túl sok cukorral, a túl sok szénhidráttal szemben. A rezisztencia ugye ellenállást jelent. A sejtek ellenállnak az inzulinnak, nem engedik neki meg, hogy a cukrot és vele együtt a vitaminokat, ásványanyagokat, aminosavakat juttasson be a sejtekbe, mert már elege van a sok cukorból. Gabonaételek, tészták, kenyerek, a fehér rizs, a burgonya, a sütemények, a gabonabelyek, ezek is mind cukrok, a testünkbe bekerülve végül cukorrá alakulnak. A hasi zsír gyors eltüntetésének a legbiztosabb lépése az időszakos böjtölés, azaz a napi étkezések számának lecsökkentése, mondjuk napi 2-re, nasizás nélkül. A következő egy hasi jelenség, a puffadás és a bélgázok. Ha nincs egy ismert konkrét betegségünk, a bélgáz és a puffadás a legtöbb esetben nem más, mint az emésztetlen ételek hatása, más szóval nem bomlottak le kellően az ételek, amelyeket elfogyasztottunk, és ott állnak a belegben. Itt a legfontosabb lépés a gyomorsav erősítése, szüretlen almácettel, emésztőenzimekkel, savanyú káposztával.
A Monavita webshopon rendelhet az enzima plusz emésztőenzimeket és gyógynövényeket tartalmazó készítményt is ajánlom a figyelmedbe. A következő a jobb oldali fájdalom a mellkas alatt, ami kisugározhat esetleg középre is. Ez leginkább epe problémára utal, ami összefügghet máj problémával is, mivel ez a két szervünk nagyrészt együtt végzi a feladatait. Ha epe probléma, például epekő, vagy az epe vezeték eltömődése, akkor a fájdalom folyamatos és általában fél órától pár óráig tart. Ha a fájdalmat inkább középen érezzük, tehát nem annyira jobb oldalt, és a fájdalmat hátul is érezzük a hátunknál, akkor ez inkább hasnyálmirigy problémára utal. A hasnyálmirigy fájdalmat okozó leggyakoribb betegség a hasnyálmirigy gyulladás, melynek fájdalma általában egy napnál hosszabb ideig tart. Bármelyik esetről is legyen szó, az első lépés az orvosi kivizsgálás legyen, hogy pontosan megtudjuk a probléma okát. A májról az epéről készítettem több videót, keresd rá a keresőben. Ha a fájdalmat jobb oldalt lent érezzük, de a kezdetben középen lent éreztük, ez nagy eséllyel vakbélgyulladás lesz. Ilyenkor is a legfontosabb első lépés az orvos felkeresése. Ha a fájdalom főként a has bal alsó részében jelentkezik, ez nagy valószínűséggel divertikulitis. Ennek a problémának a legfőbb oka a rost szegény táplálkozás, az évek óta fennálló erőlködés hatására a bélfalnál üveggonyóinyi kitüremkedések alakulnak ki, ahol az idő előre haladtával elszaporodnak a baktériumok, tehát ott ugye ott marad az anyag, és gyulladásokat vagy fájdalmakat okoznak. Erre a legjobb megoldás a klorofil, zöldszínű zöldségek nagy mennyiségben, búzafű, mikroalgák, főként a klorella alga és az erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta, kovászos uborka, joghurt. Ha a tüdő alsó részeiben, tehát a tüdő alatt, illetve a tüdő alatt középen érzünk égető érzetet, az nagy valószínűséggel a gyomor problémája. Ha az égető fájdalmas érzet elmúlik étkezés után, 1-2 órára, nagy valószínűséggel arról van szó, hogy az étel semlegesítette a savat egy rövid időre, ami bántja a gyomor belső falán lévő sebet, azaz a fekélyt. Tehát ez az égető érzet a gyomorfekély jele lehet. Gyomorfekély esetén az első fontos lépés az orvosi kivizsgálás. A fekélyeket a gyomorban először okozhatja túl sok aszpirin fogyasztása, a finomított ételek, a túl sok kávé és alkohol, és a H. pylori elszaporodása is. Gyomorfekélyre nagyon jó a káposztalé, a savanyú káposzta és a klorofil, mert ugye, ahogy az előbb említettem, a zöldszínű zöldségekben van nagy mennyiségben jelen, illetve a mikroalgákban, spirulina, klorella és a búza fülében is. Nagyon jól fel tudja gyorsítani a fekélyek regenerálódását a manukaméz is. A méz ugye az egyik legjobb sebgyógyító, a fekély az nem más, mint egy seb a gyomor falán. Ha a hasi fájdalom bárhol az alsó testrészünknél, tehát a hasnál együtt jár lázzal, vagy hasmenéssel, vagy székrekedéssel, vagy véres széklettel, az bélrendszeri problémára utal, tehát a fájdalom a vékony vagy a vastag bélben lévő betegségnek a jele. A legnagyobb valószínűsége kolitisz, Crohn betegség, vagy lehet bélfekély, súlyosabb esetben daganat. Ilyenkor is a megoldás első lépése a kivizsgálás, vagy a táplálkozásunk átalakítása. És az utolsó, ha szúró fájdalmat érzünk, tehát szúró jellegű a has környékén, elsősorban mozgás hatására, esetleg megjelennek kitüremkedések is a hasnál, ez nagy eséllyel sérvet jelent. Ilyenkor a sebészetet kell felkeresnünk, minél hamarabb, hogy a vizsgálat megtörténjen és kiderüljön, milyen mértékű a probléma. Bízom benne, hogy ezek az információk hasznosak voltak számodra, és segítettek abban, hogy jobban megértsd a
testedben zajló folyamatokat, így még időben tudsz változtatni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veletek!